Folyamatosan dolgozik a nyomtató a Nyíregyházi Egyetemen, sorra jönnek ki rajta az oklevelek. Egy másik irodában pedig a hozzátartozó oklevél mellékleteket fűzik össze, ragasztják és pecsételik le a tanulmányi osztály munkatársai. Ezeket majd ebbe a kemény fedeles tartóba teszik, végül azokba a borítékokba, amelyeket a hallgatók az adategyeztető lappal egyidejűleg elküldtek az intézménynek. Kézi munkát igényel a feladat, sorít sokáig tart egy-egy diplomának a teljes elkészítése. Ez a nagyüzem annak köszönhető, hogy az április 10-én megjelent kormányrendelet értelmében sokan mentesültek az oklevél kiadásának feltételéül előírt nyelvvizsga kötelezettség alól. Régi végzett hallgatóink, akik nem tudták teljesíteni a nyelvvizsga kötelezettségüket, illetve akik még idén augusztus 31-éig záróvizsgáznak, azok megkaphatják a diplomájukat, oklevelüket. Természetesen folyamatosan érkeznek az igények. Az első nap az adategyeztető lapról beszélünk, hiszen azt kell beküldeni első körben a végzett hallgatóinknak. Ebből első nap 1200 érkezett be, körülbelül 2-3 ezer között van most a beérkezett lap, és több mint 3 ezer diplomát kell kiadnunk. Na most elsősorban azért kérjük az érintetteknek a türelmét, volt hallgatóink türelmét, mert szerintem sokan és teljesen természetesen azt gondolják, hogy ezek a diplomák már régen készen vannak, egy nagy szekrényben, és várják a gazdájukat, de ez korán sincs így. Az adategyeztető lapok beérkezésének sorrendjében rendezték a borítékokat, és kezdték el kinyomtatni a diplomákat. Jelenleg a nyomdából várják a több ezer mappát, hogy elkezdhessék a postázást is. Türelmüket kérjük a hallgatóknak, hiszen mondjuk van, aki fél éve végzett, mert keresztfél évben végzett, akkor egy fél évnyi türelem után még kérünk néhány hetet. Aki pedig több mint 10 éve végzett, vagy 5 éve, attól is még néhány hét türelmet kérünk. Értsék meg, hogy ez egy óriási munka, teljes kapacitással dolgozik a Hallgatói Szolgáltató Központ minden munkatársa, ezen legalábbis aki ebben hadrafogható. Úgyhogy még egyszer mindenkinek a türelmét kérjük, és hamarosan elkezdjük a postázását a diplomáknak. Ez a teljes kapacitás azt jelenti, hogy az alap létszámon felül további 4 főt tudtak átcsoportosítani ezen feladatok elvégzésére. A Nyíregyházi Egyetem munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy a volt és jelenlegi hallgatók a lehető legrövidebb időn belül átvehessék az oklevelüket.